Tehát akkor vendégünk Morcsányi Géza, aki eredendően műfordító, dramaturg, könyvkiadó és a Testről és Lélekről című film főszereplője. Az első kérdés az nagyjából logikusan adódik, hogy hogyan lett a Testről és Lélekről című film főszereplője, amikor az ország tele van színészekkel, és hogyha a rendezőnek az volt a koncepciója, hogy nem muszáj, hogy színész legyen, nem színészből, meg aztán még több van, mint színészből. Szóval, hogy került a képbe? Amennyire én tudom, a dolognak nyilvánvalóan csak az egyik részét ismerem, nem a részleteket illetően. Amennyire tudom, nem arról volt szó, hogy színészt vagy nem színészt keresett az Enyedi Ildikó, hanem kereste azt az embert, aki az ő fejében élő filmnek a főszerepét el tudja játszani, vagy ezt a férfi szerepet, ezt az Endre nevű embernek a szerepét. Mi futólag ismertük egymást a Színház és Filmművészeti Egyetemről. Pár évvel ezelőtt én ott óraadó tanárként tanítottam filmeseket, és akkor a felvételin, meg talán valamelyik ilyen film demonstráció sorozaton találkoztam Enyedi Ildikóval, meg persze láttam a filmjeit, és egyszer csak felhívott telefonon, hogy találkozni szeretne, hogy elolvasnék egy forgatókönyvet, és rögtön meg is mondta, hogy azzal a céllal, hogy ő azt találta ki, hogy esetleg játszanám el én ezt a szerepet. Nem nagyon gondosan olvastam el a forgatókönyvet, mert hogy én előtte 40 éven keresztül azt csináltam, hogy szövegeket szorosan olvastam. Tehát amikor színházban dolgoztam, akár amikor a könyvkiadóban, akár amikor tanítottam, és a diákok dolgozatait olvastam el, akkor az számomra úgy volt természetes, hogy azt nagyon gondosan olvasom, meg hát a munkámhoz az is kellett. Úgyhogy hihetetlen fölüldülés volt valamit, nem azért csak úgy átlapozva, átabotába olvasni, mert az első mondattól látom, hogy ez nekem nem fog kelleni, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy végül is nekem tök mindegy, hogy mi van benne. Azt megnéztem természetesen, hogy van-e benne ágyjelenet, le kell-e vetközni, és hát amit az ember gondol, hogy ilyen kínos pillanatok adódhatnak, meg hogy nagyjából mi a történet, de azt az Ildikó el is mondta, és megkérdeztem az én jó barátomat és régi kollégámat színházban, Gotár Pétert, a filmrendezőt, hogy mit csinál ilyenkor az ember. És akkor Gotár azt mondta, hogy ha az Enyedi a te pofádat akarja, akkor mondjál igent. Igen, mondtam. És aztán később több részletet megtudtam az előzményekről. Ugye ez egy nagyon régi forgatókönyv volt, azt lehet tudni az Enyedi interjúiból, meg egyáltalán ezt sok helyütt megírták. Régi forgatókönyv volt, amit nem tudom, 10 év után vett elő újra, vagy lehet, hogy még talán több is volt. És tudom tőle, hogy az egyik lehetséges verzió az ő komoly alkotótársa Andorrai Péter volt. Mondjuk nagyon fiatalok, de talán még van, aki ismeri őt. Nagyszerű filmszínés, az Enyedi Ildikó filmben, meg a Szabó István legjobb filmjében, a Bizalomban. Zseniális játszik, nagyszerű, szóval elsőrangú színész. De már nagyon öreg, el van hízva, és az a verzió sem működött, hogy egy valami szanatóriumi kezeléssel valahogy jobb fizikai állapotban hozzák, hogy el tudja játszani ezt a filmet. És akkor még hallottam ír színészekről, orosz színészekről, az Ildikó rendszeresen dolgozott oroszokkal. Természetesen végvették az egész magyar palettát. És akkor az történt, hogy akkor igent mondtam, Enyedi azt mondta, hogy menjünk, megbeszéltünk egy találkozót, az ő lakásán, hogy csinálnak rólam felvételeket, hogy lássák, hogy egyáltalán hogy mutatok a kamerán, vagy nem tudom, képernyőn. És mielőtt az első helyzet gyakorlat az volt, hogy haza kellett érkeznem táskával,
mint hogyha otthonra megérkeznék, és mielőtt kimentem az ajtón, azt mondta az Ildikó, hogy te, és próbáljuk meg azt, hogy a bal kezed legyen néma, vagy béna. És akkor én így leraktam a balkaromat, gondoltam, az lesz a bénaság. Megcsináltuk ezeket a próbafelvételeket, ő másnap úgy döntött, hogy én leszek Endre alakítója. Utóbb megtudtam, hogy a producerek nem csak akkor, nem csak a forgatás, nem csak később, amikor már folytak az előkészületek, nem csak a forgatás megkezdésekor, nem csak az első muszter után, nem csak a forgatás közepén, hanem egész végig fogták a fejüket, hogy ebből tragédia lesz, micsoda lehetőség van elszúrva azzal, hogy én, aki ugyan a legjobb indulattal vagyok is, de hát az Ildikó ragaszkodott mindenképpen ehhez az őrültség, és ahelyett, hogy valami színész talált volna velem játszhatja. Majd egy olyan vetítéskor, amikor már kész volt a film, de még nem volt rendesen megvágva, egy első, azt hiszem valamelyik első ilyen vetítés után, én nem tudtam róla, hogy ez van, és egyszer csak kaptam reggel egy e-mailt a Enyeditől, amiben átküldte a producerek éjszakai e-mailjét, ami arról szólt, hogy ők ugyan az utolsó pillanatig ellenezték azt, hogy, és nem bíztak egyáltalán az Ildikó meglátásában vagy szaglásában, de most látják, hogy ez rendben van ez a film. Hát így történt nagyjából. És akkor ezt úgy kell érteni, hogy az akkor jutott eszébe, hogy legyen béna? Akkor. Az volt, hogy a forgatókönyvben ez a Pali elég elhanyagolt fizikai állapotban volt, tehát például egyszer az egyik forgatási napon eszméletlen munkával, és hihetetlen volt, az volt benne a forgatókönyvben, hogy egy kelés, vagy mi a túró, egy ilyen soha el nem múló seb van a bokáján a csávónak, és az egyik volt nője hoz kenőcsöket, meg ukrán tapaszt, meg nem, minden lószart, és mondom, meg is csinálták ezt a sebet, de erre végül nem került sor. Tudni, onnantól kezdve, ezt Ildikó is többször nyilatkozta, onnantól kezdve, hogy eldöntötte a maga számára, hogy én leszek Endre a gazdasági igazgató, onnantól kezdve elkezdte átalakítani piciségekkel, pici dolgokban, meg volt egy jelentős dolog is a forgatókönyvet. Az mi volt? Az egy jelentős az, hogy lementünk Hajdunánásra, ahol a Vágóhíd van, ez egy nagyon érdekes hely, ez a Vágóhíd, engem speciál különösebben nem érdekel. Előtte se érdekelt, azóta se érdekelt, szag van, állatok, minden. És ezt az Ildikó hihetetlen éles szemmel rögtön észrevette, én észre se vettem magamat, hogy én nem mutatok érdeklődést az állatok iránt, vagy szóval egyáltalán a helyszín iránt, úgyhogy egy jelenet kivételével az összes olyan jelenetet kivette, amikor ez a pasas lent volt effektíve a Vágóhidon, mert hogy nyilván egy olyan sávon belül akart tartani engem, ahol ami belőlem természetesen jön, annak van tere, és nem kell olyasmit csinálnom, ami nem jön belőlem. Akkor arról már beszéltünk, hogy Endre Ildikónak ez milyen döntése volt, de ez önnek is egy döntési helyzet volt, hogy belemegy egyáltalán. Hát persze. De nem volt nagy döntés. Én egy a kényszeresség határáig kötelességtudó, vagy néha azon túl, néha szorongos pasas vagyok. Úgyhogy, és hát már a kenyerem javát azért megettem. Nagyon kevés olyan dolog volt, amit fontosnak tartottam, és nem úgy tudtam dönteni benne, hogy nem kellett megszenvednem a döntésél. És egész életemben. És ez ilyen volt. Mert az én feltételem az volt, nem is lehetett más az Endre Ildikónak, hogy én mindent megteszek, amit mond, és mindent mozgósítok magamban, ami a filmhez kellhet,
de soha a büdös életben egy pillanatra nem volt semmilyen színészi ambícióm. Hát én nem akartam szerepelni, sőt, nagyon utáltam szerepelni. Mindig nem akartam villogni, meg énekelni, meg táncolni, meg ropni. Tehát mondtam neki, hogy én mindent megcsinálok, de nem tudok semmit. És én tudom, hogy mi a színészet, 40 éven keresztül, vagy 40 éve ülök a színházak nézőterén, és nézem, hogy hogy dolgoznak az igazi színészek. Elég sokat tudok erről. De én magam nemhogy nem akartam, de hát nyilvánvaló volt, hogy nincsenek ilyen eszközeim. Tehát minden felelősség az övé. Erre ő igen mondott, nem is mondhatod, de mert egy komoly asszony, tehát nem a levegőbe beszélt, amikor ezt kitalálta. Tehát nekem azon túl, hogy ugye már megint azt nyilván számításba kell tennem, hogy hát már sok minden helyzet volt az életemben. Kínos, kevésbé kínos, kellemes, kellemetlen, szakmai, nem szakmai, és itt van. Olyan nagy meglepetés engem már nem nagyon ér. És ha ő azt akarja, vagy ő azt gondolja, hogy én ezt fogom tudni csinálni, akkor én nekem ez tulajdonképpen lazításnak külön jó. Azon kívül a filmszínészek, pláne hogyha még az ember ilyen amatőr, mint én, azoknak a gázsiára nem lehet azt mondani adott esetben, hogy kicsi. Ez egy jó pénz. Ahhoz képest, hogy én milyen órabérért dolgoztam végig az egészemet, ahhoz képest ez egy királyi órabér volt. Ha valaki nem tudná, és teljes jog, szóval, hogy mondjam, megérdemelten, én nem gondolom, hogy színészeket nem kell megfizetni, de meg kell fizetni, mert fantasztikus dolgot művelnek. De hát meg is vannak fizetve adott esetben. Másképp instruálta önt a rendező, mint ahogyan a színészeket? Igen, azt hiszem másként. Persze, hát nekem hiába mondott volna olyanokat, mint amit a Szandrának, vagy a többi nagyszerű színésznek. Engem nem nagyon instruált már. Ugye onnantól kezdve, hogy eldőlt, hogy én vagyok, onnantól kezdve, és még nagyon kevés szereplője volt meg a filmnek, de a casting 80%-án én nekem részt kellett venni, mert hozzám nézte a többieket. És ott az alap dolog volt, hogy a kezemet vissza kellett fogni. Lehet, hogy ettől volt ez az ötlet, és legyen az egyik béna legalább, mert én egyébként egy ilyen gesztikulálós bali vagyok. És ez meg rosszul mutat a vásznon. Tehát arra figyelnem kellett az elején, néha rám szólt, hogy ne repüljön a kezed. Ugye, amit ezek a jelenetek, ezek ilyen másfél-két oldalas maximum dialógusok, amit ezek jelentenek, vagy jelenthetnek drámailag, azt viszonylag jó rutinnal föl tudom mérni, és csak a saját eszközeimmel, azzal, hogy azt persze tudtam, bár nem nagyon jutott eszembe közben, de hát nagyon sokszor láttam már példát arra, hogy mi az, amikor a színészekre azt kell mondani az embernek, amikor nézi őket, hogy sok. Filmen is, színházban is. Tehát azt gondoltam, egy dologtól tudok óvakodni, nem akarok sok lenni. Tehát nem fogok elkezdeni most majd ilyen, vagy még ha a kezemet kordába tartom is, nem fogok rettentő gonoszakat nézni, meg nem tudom mi. És ezt egyszer rám szólt, teljesen váratlanul ért, tehát hihetetlenül mesterien dolgozott. Ha instruált, akkor nem vettem észre, amikor rám szólt, akkor nagyon-nagyon pontosan szólt rám. Ugye én nem tudtam, hogy a filmnél az úgy készül, nagyon sokszor van más verzió is, de itt ennél a pár jelenetek, már pedig sok pár jelenet van benne, többsége az úgy készült, hogy egyszer fölvették onnan, majd utána meg kellett ismételni, és fölvették el minden. Tehát uraságot bólogat, de én nem tudtam ezt. És, vagy legalábbis nem gondoltam rá. És
Kétségtelen, hogy voltak helyzetek, amikor ráadásul ugye én már obligon kívül van, nekem már megvolt a szerep, és amikor a partnerem, aki valamelyik szerepre éppen castingolt, és az ő arcát vették, én nekem csak a tarkómat, vagy a vállamsarkát, nem szándékosan, vagy nagyon, nem mint olyan nagyon hullafárasztó lett volna, és akkor végre egy kicsit kiengedhetek, de úgy látszik, hogy nem koncentráltam annyira, és egyszer csak az Ildikó odavetette, hogy a tegnapi, meg a tegnap előtti musztereken látszott, hogy kihagytál, amikor nem a te oldalad volt. És tényleg úgy éreztem, hogy kihagytam, úgyhogy onnantól kezdve koncentráltam. A szerencsére nagyon kevés olyan helyzet állt elő, amikor éreztem, hogy nem elegendőek az eszközeim, és nem tudom megoldani a dolgot, és láttam az arcukon, hogy ez most nem megy. És akkor sem kezdett el ilyen kisegítő kérdéseket adni, hál' Istennek, hanem persze igyekezett leplezni a zavart, amit az én technikai fogyatékosságaim okoztak, és valamit kitalálni, hogy elfogadható legyen a dolog. De úgy instrukciót nem adott, elmondta nagyon szűk szavúan, hogy mi fog történni, mint amikor az embernek operáció előtt elmondják, hogy most majd kap egy injekciót, akkor utána attól elalszik, és amikor felébred, akkor nem fogja tudni mozdítani a lábát, nem tudom. Ez volt. Azon kívül olyan zseniálisan instruált, hogy nem vettem észre. Valószínűleg. Mi volt, ami nem ment? Például. Hányan látták a filmet? Hát szuper, akkor már olyan nagy gáz nem lesz. Van egy jelenet, amikor otthon maradok egyedül, és szerény kis vacsorámat rakom egy tálcára, parizer, kenyér, tea, nem tudom mi. Elindulok a konyhából befelé a tévé elé, megbotlok, elejtem a tálat, és leborul a szendvics. Amíg az első próbafelvétel, általában egy próbafelvétel, és utána nem tudom. Kitűnően sikerült, megbotlottam a saját lábamba, azért leesett, szörös lett minden. Jó, akkor csináljuk meg, soha többet nem tudtam megbotlani. És így dobtuk, úgy dobtuk, az asszisztens közben jött, nem tudom, és nem is sikerült megcsinálni, valami trükkel, persze, mert fantasztikus ez a film, amit tudnak összevagdosni. Én látom a filmen, vagy láttam, hogy igen, hát ott az nem ment. De volt egy másik, ahol menet közben, tehát menni kellett, miközben játszódott a jelenet, és nagyon szép színészi feladat, hogy több rétege van, van egy dialógus, amiben az ember nem azt mondja, amit igazán gondol, hanem bántani akarja a másikat. Közben rizses húst kér a menzás nénitől, és megy végig a menzapult előtt. És én nagy is vagyok, tehát eleve a határom volt az a sáv, amikor belefértem a képbe, de sajnos valahogy nem tudtam én kontrollálni rendesen a mozgásomat, azóta se tudom, mert hát honnan tudtam volna. És állandóan kimentem a képből, majd egyszer csak azt mondta az operatőr, hogy de az jó lesz, Ildikó, hogy ki tűnik. És azt gondolom, hogy tényleg nincs is gáz. Egyrészt ott is nagyon fantasztikusan vágták. Mindenki fantasztikus volt. Az operatőr csávó is, a Herbai Máté, a vágó is, mindenki olyan segítőkész volt, hogy nagyon. Van egy jelenet, ahol, ha jól láttam, akkor sír el az Endre egy étteremben. Aha. Valami olyasmit csinál. Aha. Azt hogy sikerült előhozni? Hát...
tudni, én nem tudom ki, elég rosszul ismerem a filmet, kétszer láttam. Nem tudnilik megmondom, hogy miért. Hogy közben, hogy mondják, ezt mániákusan vigyáztam rá, nehogy valamelyik képernyőn forgatás közben ott meglássak valami musztert, vagy valamit, amikor visszanézik, vagy nem tudom mi. Mert úgy éreztem, ha én most meglátom ott magam, akkor annak tényleg vége van. És nagyon, nagyon, nagyon rettegtem attól is, hogy egyszer meg kell nézni. És több ilyen lehetőséget el is sunnyogtam. Még végül egyszer azt mondta az én feleségem, hogy ezt most már nem lehet, egy következő alkalom volt, és ott oda kell menni, mert egyszer nem lehet azt, miközben erről szó se volt természetesen, de az tiszteletlenség a többiekkel szemben, elsőben Enyedivel szemben. Úgyhogy akkor oda mentünk, és akkor láttam először a filmet, utána meg még Berlinbe. És nem, szóval nem nagyon tudom, de azt hiszem tudom, hogy melyik jelenetről van szó. Kurva hideg volt. A film kisebb része az a hajdunálási vágóhídon lett fölvéve, a nagyobbik része pedig a Szabolcs utcai kórházban, amelyik már egy kísértett kórház. Ott a Dozsa György úton van, régen zsidó kórháznak hívták a háború előtt, meg a háború után közvetlenül. Ott voltál, János, ott volt beteg. És már csak egy kicsi része van használatban. Azt hiszem, vagy hajléktalanoknak, vagy elmebetegeknek, szóval ilyen páriáknak, szegényeknek van ott még, volt ott legalábbis, amikor a film készült átmenetileg. Az összes többit azt ennek a helyszíneiben, ez például egy ajtó-ablak nélküli barakban vettük föl, és nagyon hideg lett késő este. Úgyhogy a legerőteljesebb érzésem az volt, hogy sikerült könnyet előcsiholnom, azt nem tudom. De és méghozzá nem is, arra nem emlékszem, hogy ezt megbeszéltük volna az Ildikóval, hogy én ott sírnék, de hogy miről van szó, hogy ez az ember dühös, és kicsit kétségbe esett, amennyire a akkori jelenfejlődési stádiumában képes, ott kétségbe is van esve, és valahogy úgy éreztem, hogy ezt én ismerem. Mint már, hogy úgy is van, ismerem. Tudom, mi az a magány. És az e fölött érzett dű. Úgy emlékszem, hogy nem kérte, hogy sírjak, én meg nem erőltettem. De baromi hideg volt. Igen, és utána pedig volt egy pótforgatás. Lehet, hogy oda akarta bevágni az Ildikó, egy közelít, lehet, hogy máshová, ahol ugye berakják az ember, bekönik az ember szemét valami szerrel, ami elkezd irritálni a könnyező mechanizmust, és akkor elkezd sírni az ember. És ott hosszan, legalább egy órát ott próbálkoztunk, végül azt hiszem nem került bele a filmbe. Mint ahogy volt egy zseniális jelenet, amit én nagyon szerettem akkor ott csinálni, az volt, hogy a forgatókönyv eredeti formájában volt egy nátha is a történések között, amikor csávó náthás, és inhalálás is. Mondjuk ezt, inhalálás is volt, igen. És ott lett egy nagyon jó, mindenki nagyon boldog volt, így én is nagyon boldog voltam, hogy volt próba, utána, és akkor mindenki elégedett volt egy felvételtől túl voltunk egy jeleneten, hogy bele kellett hajolni, és ott volt valami mondatom, és nem tudom, kimaradt. Volt viszont, ami nem maradt ki, szexi jelenet, bár nagyon finoman van. Igen. Csak az arca, az mennyire zavarta? Egyáltalán nem. Egyrészt
nagyszerű, a Borbély Alexandrát ismertem, színházból dolgoztunk együtt, nem nagyon ismertem, de a film előtti produkció, amit a kamrában a Gotár Péter rendezett, az olyan fantasztikus színésznői teljesítmény volt, hogy egyrészt leborultam előtte, azon színészek közé tartozik, aki tud kérdezni, tud kérdő mondatot mondani. Tehát nem úgy kezdeni, most miről beszélsz, hanem rendesen most miről beszélsz. Tehát tudja, hogy a magyarban nem minden kérdésnél kell fölvinni a hangot a végén, hanem van olyan kérdés is, amikor levisszük. Nagyon kevés, a színészek között is nagyon kevesen tudják. Vannak, akik ösztönből tudják, de ha szólok nekik, vagy bárki szól nekik, akkor eltévesztik, mert aggyal nem tudják. És nagyszerű, őszinte partnernek bizonyult a Sandra. Soha egyetlen egy pillanatra sem éreztem sem azt, hogy azt mondaná, hogy Jézus Mária, már itt van ez az amatőr a nyakamon, és akadályozza csak, hogy én zseniális legyek. Se azt nem éreztem, hogy túl, pátyolgatós lenne, és ez jót tett. Tehát például én igyekeztem állandóan mondani tehát gyakorolni rengeteget a szöveget, hogy a következő jelenet szövegét, hogy el tudjam mondani baki nélkül, meg arra is kellett figyelni, mert a hangosok az első néhány jelenet után hallottam a hangjukon, hogy voltak éppen nem is nagyon rejtve, azt kérdezték az Enyeditől, hogy ő komolyan gondolja-e, hogy élő hanggal akarja majd a filmet megcsinálni. Tehát, hogy ott a jelenetben fölvett hang lesz az igazi, utolszinkron nélkül. Mert ők úgy érezték, nyilván teljes joggal, hogy én annyira amatőr vagyok ebbe, meg hogy nekem nincs olyan hangom, mint egy színésznek. Tehát akkor már csak emiatt is igyekeznem kellett, hogy be legyen járatva a szám arra az adott szövegre. És hát persze boldogan vettem én egy darab mindig, hogyha párbeszéd volt, akkor azt próbáljuk el. És egy ponton például a Sandra azt mondta, hogy ő most már nem akarja többet elpróbálni. Tehát nem ízért, hogy jaj, még azért segítsünk, vagy hogy megrót volna, hanem egyszerűen tárcán azt mondta, hogy nem akarja elpróbálni. Tehát nagyon jó volt vele dolgozni, abszolút biztonságban éreztem magam. És tudtam, hogy a szemébe tudok nézni, és ő visszanéz. Most ennél mulatságosabb, mint szexjelenetet fölvenni, vagy átélni amatőrként, az kevés dolog van a világon. Tudnélik, a felvételeknél, a forgatáson a legnagyobb úrat úgy hívják, hogy a jel. Tehát az nem úgy van, hogy az ember csak megy, mondja a drámai szövegét, és aztán azt fölveszik, és kész a jelenet, hanem megvan, hogy honnan kell indulni, hova kell eljutni, de nem ám lenézni közbe, hanem mintha ott se lenne a jel, és hogy ha akkor a K betűtől kezdjed el, és a másik K betűnél fejezed be, hogyha mozdul a fejed. A dugás közben is volt egy sárga sziget előszalag, ahová adott stádiumba kellett néznem. Volt egy piros sziget előszalag, mert segítettek. Volt egy piros, ahová az orgazmuskor kellett nézni. Kicsit túlzok. De lényegében ez volt, és hát közben képzelj el, hogy itt vannak az ember szájába. Kamerával, vagy anélkül, lámpával, vagy derítő túróval. Szóval nagyon, nagyon mulatságos volt, de... De fel voltak költözve közben, gondolom. Legalább felül. Hát nem. Igen.
ha ez az alsó részem, akkor föl voltunk költözve. Igen, és ugye azt hiszem, Szandrám mi volt, voltaképpen nem tudom, mert hogy az tisztázva lett, hogy mi fog látszani, tehát hogy fölösleges gátlások ne legyenek. És például az nagyon érdekes volt, egy nagyon jó ismerősünk azt mondta a feleségemnek, hogy ő neki nagyon-nagyon tetszett a film. De valahogy, hogy hát az, hogy ilyen visszafogott lenne a Géza az ágyba? És akkor még valaki mondta, hogy ott ő neki valami nem stimmelt. Én pedig azt gondoltam, hogy hát nem lehet ágyú, vagy hogy mondjam, bizéval neki menni egy ilyen nőnek. Ez volt az én agyamban, és az Ildikó pedig ezt meg is vette. Úgyhogy lehet, hogy vannak emberek, akiknek ez nem passzolt teljesen, de nekünk az ott így volt a szigetelő szalagokkal, meg a többivel együtt megfűszerezve, így volt normális. Sok jelenet van, ami az üzemi érkezdében játszódik, amit már említett. Gondolom, hogy ez praktikusan rögtön egymás után vették fel. Persze. Úgy volt, hogy először volt egy hét, ami, ja nem, egyrészt kihagytam a filmgyárban, meg volt építve a Szandra lakása is, meg az én lakásom is. Négy-öt nap, nem tudom. És utána igen, amit a menzán kellett, ott is vettük sorba, tehát egész nap hát azért erre már gyorsan rájöttem, hogy nagyon módjával kell lenni, és szóval vigyázni kell, mert hogy ugye az is a helyzet még, ezt sem mondta nekem senki előre, hogy fölveszik szemből, én ott eszek, ugye? És amikor hátulról veszik, nekem ugyanakkor kell, és ott még megvan nekem a szabadságom, hogy mikor emelem a számhoz a kanalat. De amikor hátulról veszik, akkor ugyanakkor kell, ugyanannál a szövegnél, ugyanannál a szónál ugyanúgy kell venni. Úgyhogy ezt mind a nagyon kedves kollégák fölírták, és akkor volt úgy, hogy amikor a partner jelenetét vették fel, akkor nekem az asztalon volt oda volt ragasztva egy papíron, hogy melyik szavaknál, hogy mondjuk négyszer emelek rizses húst a számhoz, és az melyik szavaknál történik. A kellékesek is fantasztikusak voltak, tehát az nem fordult elő, hogy ne hoztak volna a következő felvételhez is friss, meleg ennivalót, hogy én nekem a hideg zsíros pörköltet kellett volna enni. Egyáltalán az egész jól ment, tehát nem, az volt a benyomásom, hogy nem kellett sokkal több felvételt csinálni miattam. És akkor az ott rendben is volt. Még valamit akartam az evéssel, de most már ez nem jut eszembe. Nem olyan fontos. Akkor beszéljünk az álmokról, ami ugye fontos a filmben. Igen. A forgatás közben álmodott a forgatással? Nem. Nem. Azért ez fárasztó volt. A legfárasztóbb az egészben az állandó várakozás. Ezt is megmondták, hallottam tapasztalt kollégáktól előtte. Az egyik történet arról szólt, hogy egy időszínésznő mondta volna egy fiatal színésznőnek, hogy ha meglátsz egy széket, üres széket, azonnal ülj le rá. Mert általában ilyen hát iszonyatos sok idő, amíg átállnak meg minden, és akkor ha nincs ülőhely, akkor az fárasztó. Mondjuk nekünk úri helyzetünk volt, mert azért nekünk kettőnek mindig figyeltek, hogy legyen helyünk. És azért ez fárasztó volt, úgyhogy reggel megkezdtük, és késő este mentem haza. Úgyhogy jól aludtam. A harmadik hét vége felé már fáradtabb voltam, mint ahogy az kellemes lett volna. De hál' Istennek reggelre mindig ki tudtam adni magam, úgyhogy nem álmodtam. És azóta sem álmodtam a filmmel, milyen érdekes, ez nem jutott eszembe. Elvileg
természetes lenne, hiszen annyi minden, szóval azért olyan elképesztő élmény volt nekem, meg ami azóta is történt vele, hogy őrület, de nem álmodtam, hogy szarvas vagyok. Szarvasos jeleneteknél ki volt egyébként a forgatás? Nem. Azok voltak a legutolsó jelenetek, mert meg kellett várni. Azért volt olyan hosszú idő a film lényegének a felvétele és a bemutató között, mert ki kellett várni, amíg újra lesz hó, hogy a szarvasokkal föl lehessen venni az erdei jeleneteket. És még lett volna nekünk is egy téli jelenetünk a Szandrával, de azt aztán kiírta az Ildikó a forgatókönyvből. Úgyhogy nem. De jelek voltak. Például a forgatás utáni nyáron Franciaországban voltunk a feleségemmel, és Cluny-ben, ez egy híres apátság, és egy panzióban szálltunk meg. Egy régi parasztház, vagy paraszt épület együttes volt átalakítva. A mi szobánk az egy ilyen pajta, régi pajtának az emeletén volt, és beléptünk az ajtón, és egy hatalmas, de egy háromszor két méteres nagy, van takarni vele, poszter, amin egy szarvas volt. Úgyhogy ilyenek voltak, de álmodni nem álmodtam. Ugye azt iratkozta, hogy dramaturgként nem vett részt a filmben. Ez nagyon vicces, igen. Pedig éppenséggel részt vehetett. Hát elvileg igen. De hogyha megkérték volna, akkor mit tanácsolt? Nem, ez nagyon vicces, mert én nagyon sokszor elmondtam már, hogy az Ildikó zseniális érzékkel soha nem akart dramaturgként használni. Tehát ami az igazán pofátlanság, hogy nem olvastam el rendesen a forgatókönyvet, ott elvileg, hogyha ő egy pillanatra is nézett volna rám dramaturgként, akkor azon megsértődhetett volna komolyan. De nem, mert mérhetetlenül profi, és mert tudta, hogy úgyis annyi minden fog rajta változni, meg nem ezen múlik. És én nagyon sokszor elmondtam erre a kérdésre, hogy az Ildikó zseniális megérzései egyikével, mert sok volt neki ilyen, engem soha nem kérdezett, mint dramaturgot. Ma olvasom az interjúját, és azt mondja, hogy nem azt mondta, hogy az én zseniális megérzésem volt, hanem hogy én milyen okosan, ha ő próbálkozott is volna, vagy próbálkozott is egyszer-egyszer, én nagyon finoman és okosan eltávolítottam magamtól a dramaturgi szituációt. Hogy ő állítólag, én nem emlékszem rá, hogy állítólag megkérdezte volna egyik-másik mondatról, hogy az jó vagy nem jó. Én szerintem nem. Ez is mutatja, hogy amikor két ilyen mindenhájjal megkent ember találkozik, akkor az jó tud lenni, hogyha visszafogottak. És egy-egy saját mondatot, már mint ilyen Endre mondatot sem variáltál? Nem én. Nem. Semmi? Nem. Én ezzel annyit tököltem a szakmai életem során, mert hosszan úgy gondoltam, nagyon sokat fordítottam én. Úgyhogy, mert nem a fordítás az érdekes, hanem úgy, hogy tudtuk, hogy melyik színész mit fog játszani, vagy milyen színész csapatra, főleg a Radnóti Színházban készül a fordítás. Tehát én igyekeztem azt csinálni, hogy olyan mondatok hangozzanak el, ami nekik jól áll, amit ők jól tudnak mondani. Azon belül, hogy az én saját szándékaim is megvalósuljanak. Azon kívül rengeteget hallottam, hogy szájra kell tenni, meg hogy leesik a szájukról. És tudom, hogy vannak helyek, amikor tényleg lehet olyan szövegeket létrehozni egyfelől, ami rosszul hat másfelől. Nagyon mulatságos esetek voltak a pályámon, amiből kiderült, hogy a jó színész a legnagyobb baromságot is olyan hitelesen tudja elmondani, hogy a nem szakembernek föl se tűnik, vagy nekem is, csak nem tudom, hanyadik alkalomra tűnt föl, te atya úristen, hát semmi értelme nincs annak, amit mond, mégis a színészi tehetségével és intelligenciájával, tudja, azt szokták mondani, hogy egy jó színész a telefonkönyvet is előadja.
mint ahogy volt az a Kazal László nevű, hát maguk aztán már végképp nem tudják, komikus színész, aki egy sanzont énekelt a telefonkönyvből. Na mindegy. Tehát, hogy én nagyon, nagyon tudom, hogy, és nagyon a jó színészeknél ott voltak éppen mindegy, hogy mi a szöveg. Mert azok addig üzéznek. Tehát, ha jöttek, mondjuk nekem fontos volt egy szórend, hogy ő szerintük inkább fordított szórend legyen, akkor én azt mondtam, figyelj, az a fontos, hogy neked jó érzés legyen, olyan szórenden mondod, ahogy akarod. És hát ugye az a dramaturgi, apró dramaturgi büszkeség, amikor két nap múlva jön, hogy te, mégis jó az a szórend, már megértettem, hogy miért akartad kicsit szokatlanul. Tehát én ezt tudom, hogy ezt hogy kell csinálni, tudom, hogy amikor a színészek meglátják, hogy ott ülök a próbán, vagy bejöttem, és akkor, hogy jaj, ezt itt nem értem, ez hogy van, és akkor vagy el lehet magyarázni, vagy nem történik semmi, hát egy mondatot, vagy egy szót kiveszünk, vagy rakunk helyette egy másikat, csak arra kell figyelni, hogy ne sérüljön a dolog maga, és akkor már mindjárt úgy érzik, hogy tehát, hogy ennek a nagy része, ez hogy mondjam, homeopátiás gyógyszer, vagy homeopátiás megoldás. Én gyakoroltam eleget, nem, semmi olyasmi nem volt, ami zavart volna, de nem is nagyon tudom elképzelni, hogy ne tehát annyira bíztam én az egyediben, meg hát ezek jók, ezek a szövegek. Na hát egyszer sem volt, aztán egyik alkalommal sem tűnt föl a filmen, hogy olyan hülyeséget beszélnék, vagy hogy kiesne a számból a szó, meg a többiekéből se. Tehát azért azon túl, hogy nekem van rutinom, vagy azzal együtt, azért a lényeg az, hogy az Ildikó meg tud dialógust írni. Úgyhogy nem volt erre szükség, de azért fontos volt, azt gondolom, hogy így visszanéző utólag az én komfortzónámhoz az kellett, vagy komfortérzetemhez az kellett, hogy semmi mással nem kell törődnem, mint hogy oda menjek, és ami mondva van, azt, vagy írva van, azt elmondjam, amit mond az Ildikó, azt igyekezzem megcsinálni, és a legnagyszerűbb, legfantasztikusabb élmény, ezt mindannyiuknak ajánlom, hogyha nem pont filmforgatás, de ha adódik lehetőség, ne hagyják ki, annál nagyobb csoda, mint amikor a hétköznapinál hosszabban néz bele az ember a másiknak a szemébe, kevés van. És ugye az enyém, ez még, az én helyzetem még azzal volt bolondítva, hogy ez a castingokon volt érdemes, vagy érdekes, hogy bejött egy színész vagy színésznő, akit 5-10-20 éve ismertem, még olyan is volt, aki hosszan azt hitte, hogy én itt dramaturg vagyok. Ő jött próbafelvételre, és nem értette, hogy miért kellene nekünk összemondani a szöveget, de még össze is mondta, és az volt az igazi meglepetés, amikor aztán odaültünk egymás mellé, mint Endre és Mária. És hogy ezeknek az embereknek a többségével én egymilliószor, vagy tízezerszer, nem tudom hányszor, vagy kétszer, de voltam normális, és még nem is felületes szemkontaktusban, vagy emberi kapcsolatban, mert hiszen egy színházban dolgoztunk, vagy egy produkcióban, tetszettünk egymásnak, vagy érdekesek voltunk, de a hétköznapban általában megáll egy pont, a hétköznapi kommunikációban egy ponton megáll a szem, a kontaktus. De a filmen a dolgok nagy része ott jön létre. Csak ott az megint speciális lesz, mert most így elkezdjük egymásra mereszteni a szemünket, az csak mulatságos lesz, de a filmen ugye úgy alakítják. És ez, hogyha, és ez a jelenetek többségében létrejött. Lehet, hogy azért, mert dilettáns vagyok, aztán annyira boldog voltam tőle, hogy már mindegy is. És ezek, persze ebben nem voltam biztos egészen a berlini bemutatóig, hogy ez tényleg most itten, szóval nincs gáz vele. Mert egyébként mondom, az, amikor
az emberre ráemeli a másik ember a tekintetét igazán, és az ember meg visszanéz, és még ráadásul történik is, mert azért hiába nem vagyok színész, de óhatatlanul azok ott szituációk voltak, még ha zavarva is voltak szigetelő szalaggal, meg marha pörköltel, meg végszavakkal, meg nem tudom mikkel, akkor is ez csodálatos volt. Ön szerint mi volt a legjobb mondat a filmben? Hát... így utólag teljesen egyértelmű, de az nagyon paperli dolog, hiszen a legelső trélerben is benne volt, és a végső trélerben is, hogy én azt hiszem az, hogy én belehalok, annyira szerelmes vagyok magába. Tehát amit a legvégén mond a pasosa a nőnek, de ezt lehet, hogy csak utólag gondolom így meg. A lányaim is ezt mondták, hogy ezen akkor... De... Azt hiszem, volt egy olyan, hogy azt hiszi, hogy olyan könnyű nekem hülyét csinálni magamból. Talán ez volt. De lehet, hogy nem. Volt olyan mondat, amit én nem pontosan értettem, vagyis néhány mondat, amikor jelentkezik a Nagy Ervin munkára, és ugye azt mondja, hogy őt nem zavarja, hogy tehát nem sajnálja az állatokat, mire azt mondja Endre, hogy az úgy nem fog menni, mert nem fogja bírni. Hogy mire gondoltam én ekkor, hogy miért mondom ezt? Igen. Azt gondoltam, hogy ez az ember évtizedeket töltött lent, tehát nyilván 1 millió állat halálát látta, de ugye arról szól az egész film, hogy miközben magányos is, meg bizonyos szempontból kiégett, vagy csalódott, meg már tüskés és visszahúzódó, akkor mégis van egy olyan felület a bőrén, vagy az érzelmi lényén, ahol védtelen, és még mindig ember, még mindig érző eleven emberként működik. Ezért gondolja azt, hogy nem sajnálni az állatokat nem lehet. És de azt, hogy ez pszichológiailag hitelese, hogy ezt mondja a pasas, és hogy valóban azok nehezebben bírják-e, akik nem sajnálják az állatokat, ezen nem gondolkodtam, de ott teljesen, most, hogy rákérdezett, most elég, hogy mondjam, plasztikusnak tűnik és kézzelfoghatónak, hogy a sajnálat hiánya az a földolgozatlanság, a dolog földolgozatlansága. Legalábbis ennek a filmnek a koordináta rendszerén belül. Ugye ez az egész film azt akarja mondani, amennyire én ezt megbírom fogalmazni, hogy igenis keressük a rokonságot, vagy a kapcsolódást az állatok világa és az emberi világ között, a realitáson túli, meg a realitáson inneni dolgok között. Tehát, hogy az könnyebben vezet pszichózishoz, hogyha az ember földolgozatlanul nézi ezt a rengeteg vért. Mintha sajnálja az állatokat, és ez magába földolgozza ezt a tényt, hogy ő ezt csinálja, akkor talán pszichésen egyúttal védettebb is lesz. Hogy ezt egy pszichológus erről mit gondol, azt én nem tudom. A vágóhídnak a brutalitása egyébként elég naturálisan van a filmben. Igen. Ugye vér, meg aztán egy fürdőszoba jelenetben is van vérből. Igen. Erről mit gondol? Én azt gondolom, hogy nagyon könnyű, egyébként nincs, gyakorlatilag nem nagyon van olyan műalkotás a világon, amiről ne lehetne, hogy mondjam, gúnyosan beszélni, vagy ne lehetne úgy kiforgatni, hogy az viccesnek, mulatságosnak és komolytalannak hangozzék.
Tehát erről a könyvről is nagyon, vagy filmről is lehet nagyon jól úgy beszélni, hogy hát mit tényleg már, mit ki nem találnak. A lényeg mindig az, hogy a saját keretein belül a dolog eltalál bizonyos arányokat. És ez az, amit nem lehet soha előre tudni. Azt gondolom, hogy ennek a filmnek, és ez csak utólag lehet megmondani, hogy amikor az ember látja, hogy tényleg siker lett, akkor meg lehet magyarázni, hogy mitől. Előre nem. Tehát, hogy csak az érdekes, hogy a film, vagy hogy a dolog keretein belül, így lehet elfogadni a magam számára, akinek amúgy semmit nem jelent ez, hogy valakik mit álmodnak, meg hogy állatok, nem állatok, nem tudom én. De a filmen belül tökéletesen tudom érzékelni. És az a véleményem, hogy ebben is az Enyedi, meg az operatőr, meg a vágó olyan szerencsés kézzel találta el az arányokat, hogy mindegyik mozzanat erőteljesen hat, tehát ott van, nem lehet kivenni nem lóg ki, de nem megy semminek a rovására. És olyan egyensúlyt teremt éppen azért, mert mind a két oldalról, tehát a szép dolgok is, meg a csúnya dolgok is, vagy a véres dolgok is erősek, nem bántják egymást, hanem erősítik egymást. Én ezt így láttam azon a két alkalommal, amikor megnéztem a filmet, hogy nem nagyon bírom én a vért, pláne így öregkoromra, de és hát persze magamhoz kaptam, hogy szóval iszonyúan hatott rám mind a kétszer, amikor láttam. Főleg a második, de a marhák is, de hát a marhák szeme is éppen elég őrületes, de hát a Mária szeme is őrületes. És ugyanolyan erőteljes. Szóval én azt gondolom, hogy ez helyén van. Minden annyira a helyén van, hál' Istennek ebben a filmben. A végén van egy jelenet, hogy paradicsomot vág a jalakszalda, és kis pizza van. Ez volt, igen. Ez szándékolt? Nem. Ez volt az, amit az előbb mondtam, hogy még volt valami a kajával. Ha jól emlékszem, a legelső forgatási napon történt, vagy akkor vettük ezt föl, még azt hiszem, az inhalálás előtt, és én nem tudtam akkor, hogy ez a film vége, hogy ez az utolsó jelenet. Akkor a lakásban, azt mint utóbb megtudtam, a lakásban, ott ebben a díszletlakásban, az Ildikó azt csinálta, hogy össze voltak beszélve a Mátéval, és amikor csak lehetett, akkor, amikor én nem tudtam, tehát jeleneten kívül is vettek engem. És azt hiszem, ott van is olyan kép máskor is, meg ebben a jelenetben is, amikor jeleneten kívül voltam, tehát kvázi vágóképnek, vagy soha nem lehetett tudni, hogy végül nem csinálok-e valami olyasmit, amit az Ildikó majd tud használni. És lehet, hogy ez is száraz próbának indult, erre már nem esküszöm meg, ezt lehet, hogy lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy minthogyha ha próbának indult van, és azért ziherve a ziher vették, mert akkor még aztán végképp nagyon fekete ló voltam, hogy mit fogok ott produkálni, de az biztos, hogy nem geg volt, ez véletlenül így alakult. És ez lett a vége. Igen. És aztán ugye Berlinálén aranymedvés lett a film. Igen. Berlinből mi a legmeghatározóbb? Az, hogy már németekbe se lehet bízni, ez a magánemberi élményem. A másik nagyon, nagyon kedvesek voltak, nagyon, hát fantasztikus dolog volt ez egész, de az nagyon, nagyon lehangoló volt, hogy olyan terrorkészültség volt, hogy
valami két, nem is látszott a képeken annyira, de, de nagyon, nagyon messze voltak a, azok a, az a néhány ember, aki odajött, amikor ez nem volt egy nagyon előnyös időpont rajongói szempontból erre a délutáni vetítésre, tehát a Vörös Szőnyegnél. És utána úgy mondják, hogy a talentek, tehát a színészek és az Ildikó, meg azt hiszem a Herbai Máté, mi külön voltunk kezelve, és máshol is mentünk be, ott volt a feleségem és meg a lányom, és máshol is mentünk be, meg fotózkodás, meg minden. Az első hatalmas élmény az az volt, hogy ott ki kell állni a színpadra, akkor bemutattak bennünket minden, és akkor, hogy menjünk a helyünkre, hogy elkezdődjön a film. És én nem számítottam arra, és ott ült a feleségem már. Tehát őt is aztán oda vitték, hogy egymás mellett tudjunk ülni. Ez fantasztikus nagy élmény volt. És körülbelül 10 perc után, ebbe is nagyon nagy rutinom van, egy milliószor álltam már a színházi nézőterek végébe a függöny mögött, hogy, és hallom, hogy milyen a közönség, hogy megy, veszik-e. És körülbelül 10 perc után nyilvánvaló volt, hogy ez a délután meg van nyerve. Annyira egyértelműen ott történt minden a nézők lelke. Több mint 1000 ember volt ott, őrületes volt. És hát gyönyörű volt. Azóta ugye a teljes filmet nem láttam, nagyon sokszor álltam ott a végén, és nézem a stáblistát, hogy majd utána meghajolni, vagy beszélgetés, vagy ilyesmi. Olyan fantasztikusan gyönyörű volt a képminőség ott abban a vetítő csarnokban, ami hát csak a fesztiválra mozi, és elképesztő nagy. És volt, hogy fölsikoltott valaki, akkor volt csönd, amikor kellett, mertek kacagni, és vége volt a filmnek, nagy siker volt, tehát az látszott, hogy ez meg van nyerve, ezt meghajálták. És akkor nekünk ki kellett menni a színpadra meghajolni. Én már olyan messzire nem látok, már közelesen nagyon, de olyan messzire nem látok, kerestem, hogy azt tudtam, hogy a feleségemmel hol ültem, de hogy hol van a lányom. És még föltettem a szemüvegemet is, nem találtam. Amiatt kicsit ideges voltam, és az volt kitalálva, hogy valamiért, hogy minket vár valami autó, amivel elvisznek valami fogadásra, és a családtagjaink, meg nem tudom, hozzánk tartozók, azok nem jöhetnek azzal az autóval, és hogy majd ők külön jönnek. És én megmondtam, hogy már pedig én kimegyek, megkeresem a feleségemet. És visszamentem a közönség közé, és annyian gratuláltak, németül, magyarul, egy orosz asszony is odajött, mint kiderült, valami orosz tévés is volt, angolul, ez alatt a pár perc alatt, amíg ott felmentem a lépcsőn, hogy akkor úgy éreztem, hogy szóval az volt az igazi megnyugvás, hogy nem miatt, ha megbukik, és nem miattam bukik, megtalálna a film. Úgyhogy, és akkor meglett a lányom is, meg a feleségem is, és mindannyian polgári engedetlenséggel azt mondtuk a szervezőknek, hogy nem is értem, hogy találtak ki ilyen hülyeséget, hogy már pedig mi nem megyünk a családtagjaink nélkül, úgyhogy akkor szereztek még egy autót. Az Audi volt a szponzor. A feleség egyébként színésznő Balogh Judit, zsűritag nálunk. Igen. Ő hogyan értékelte a teljesítményt? Hát ugye pokoli fintora a sorsnak, hogy egy remek színésznő, nem úgy sikerült a pályája, ahogy kellett volna. Sok jó dolgot csinált, de hát például szegény 21 néhány évesen játszott volna, ő játszotta volna a Sándor Pál egyik filmjének a főszerepét. És a forgatás kezdete előtti napon egy súlyos baleset történt vele, és lényegében az egész filmes karrierje. Nagyon zseniális lett volna benne, azt gondolom. Na mindegy. Tehát pokol irónia volt, hogy
én kapok főszerepet, nem ő, és hogy... És persze fölmerült a kérdés, hogy van nekem merszem tudás nélkül ezt elvállalni. Nem számon kérte ő, hanem egyszerűen a beszélgetés óhatatlanul néha oda jutott, amikor még nem tudtam, hogy ez hogy lesz. És természetesen nagyon féltem tőle, ő is, hogy milyennek fog látni. Mert annál borzalmasabb kevés van. Valamennyien ismerik azt az érzést, amikor megnézi az ember magát. Már most már nem annyira maguk korosztályban, nem annyira ezzel a sok szelfivel, meg videóval, meg minden túlra van. Maguk sokkal természetesebben vannak már fölvéve, vagy nem tudom mi. Meg amikor az ember visszahallja a hangját, tehát az is épp elég borzalmas. Hát még egy feleségnek, akinek van valamilyen képe nyilvánvalóan a férjéről, és hogyha csalódás történik. És ott néztük a Montparkban, ott volt ez a stábvetítés. Amit legelőször mondott, azt nem mondom meg, de amit 3 perc után mondott, mondjuk az első jelenetnek a felénél, azt mondta, hogy hát ez teljesen te vagy, rendben van. És azóta is ez a fő motivum az ő beszámolójában, hogy hál' Istennek nem, hogy én nem kezdtem el, az Enikó, vagy lehet, hogy elkezdtem volna, de az Enikó, vagy a Ildikó meg nem kérte és nem is hagyta, vagy szóval, hogy minden esetre, hogy nem lett semmi olyasmi, amit ő szakmai szemmel szégyenletesnek ítélt volna. Persze hát az kínos, amikor ottan teszik magukat az emberek, az amatőrök, de mondom, hál' Istennek mázlin volt, mert olyannak látott a filmen is, mint amilyen egyébként vagyok. Azt illatkozta, hogy a lányai pedig máshogy néznek erre azóta, mármint a filmben. Hát igen. Gondolom, hogy büszkében. Hát az nem ilyen egyszerű, mert... Az egyik az büszkébb, az régóta büszke, nem a másik az nem nagyon gutírozta a nagyobbik, ami köreinket, ugye meg írók, színészek, rendezők, nem tudom, művészek között volt mindig, ő nem bírta ezt a népséget, de meg ő neki mások a preferenciái, de nagyon tetszett neki a film, és hát nem tudom, hogy büszke rám, ha büszke is. De szerintem ő is örült, mert igazából szerintem nagyon erős az ő judiciuma is, nagyon, tehát biztos nagyon borzasztóan érezte volna magát, meg nagyon... hogy mondjam, nagyon nagy fekete pontot kaptam volna, hogyha nem tetszem neki a filmen, de úgy látszik, hogy tetszettem. Arra a kérdésre, hogy vállalnék színészkedést, azt szokta válaszolni, hogy nem érti a kérdést. Azt hiszem, megkérdezem, hogy kapott-e már felkérdést. Kaptam. Aha. Micsoda? Azt nem ildomos elmondanom, nem történt, hogy mondjam, ilyen újságcikkbe kívánkozó eseménysor, nem jöttek sorba az ajánlatok. Film vagy színház? Film. Hát színház az... Magyar vagy külföldi? Magyar. De nem akarok én színészkedni. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Viszontlátásra. Köszönöm.